Gyerekek, szülők, óvonők táncoltak közösen a vénasszonyok nyarának örülve az udvaron. Az ősz a szebbik arcát mutatta. Míg kint zajlott a vigadalom, bent a házban is őszi díszletet öltött magára az óvoda. Hagyomány már, hogy az évszakváltás díszletváltást is hoz magával, és a pedagógusok megünneplik az időszakhoz kötődő hagyományos ünnepeket is, átadva és ezzel életük részévé téve ezt a gyereksereknek is. Ma ünnepeljük Szent Mihály napját. Mivel mi hagyományőrző, hagyományápoló óvoda vagyunk, a nevelési évünk első olyan rendezvénye ez, ahová egyrészt várjuk a szülőket, nagyon-nagyon sokan szoktak jönni erre a napra. Nyitott az óvodánk, mindenképpen támaszkodunk és támaszkodhatunk a szülők segítségére. Gyümölcsöt hoznak a szülők erre a napra, dísznek zöldségeket, valamint régi eszközöket, régi munkaeszközöket, ami a szürettel, illetve a termény betakarítással kapcsolatos. Megismerik ezáltal a rendezvény által, meg hát, hogy erre a napra készülnek a régi hagyományokat, a régi munkaeszközöket, a szántóföldön való munkákkal kapcsolatos tevékenységeket. Az óvoda körül van egy erős szülői holdudvar, mely szorosan együttműködik a nevelőtestülettel. Ez teszi lehetővé az ilyen típusú programok gördülékeny lebonyolítását is. A szülői segítség hatására lett például díszesebb az óvoda is. Ilyenkor mindig termény áldás, termény hálaadó ünnepet tartunk, megköszönve az évnek a terméseit, terményeit, tánccal, dallal, finom ételekkel ünnepeljük meg mi ezt. Nagyon sok mindent, mert nagyon sok mindent bele tudunk vinni, még pluszt. Igazából megismerkednek az őszi gyümölcsökkel, termésekkel, terményekkel, az ehhez kapcsolódó népszokásokkal, mert ugye ilyenkor a pásztorok hajtották be a juhokat, hídi vásárokat tartottak régen, ezt is elmeséljük nekik, és egy kicsit természetközelivé, gyerekbaráttá tesszük ezt a napot. Ez egy háromlábú szék, tehát ez szükség van a gyerekre, a pedagógusra és a szülőre is, hogy jól tudjunk együttműködni, és ilyenkor mindig a szülő betekintést kap a mi munkánkba, a napjainkba, és egy kicsit fontosnak is érzi magát, hogy meghívjuk ezekre a rendezvényekre, és részesei lehet a gyermekének az óvodai életében is. Én úgy gondolom, ez az én véleményem, hogy ezzel tudunk értéket közvetíteni a gyerekek számára. Ezek még azok a dolgok, amik még talán érnek valamit, még mindig érnek valamit a mai világba, és ezek nem fognak elmúlni soha, mert kodolva vannak bennünk a magyar hagyományok, a magyar paraszti életet, ezt elő kell hozni belőlük, hogy ne felejtődjenek el ezek a dolgok, nem múljanak el. Az óvodai hagyományápolás hatása megjelenik a városi hagyományőrző csoportokban is. Ugye én most kettős szerepben vagyok itt ezen a rendezvényen, egyrészt mint édesanyja, másrészt meg ugye meghívást kaptam, mint a Felvidék Néptánc Egyesület vezetője, és igen, nagy öröm látni azt, hogy nagyon sok kisgyerek viseletben van. Tehát szokják azt, hogy viseletbe legyenek, abban táncoljanak, és aki esetleg nem is táncol, de erre az alkalomra fölveszi a viseletet, már közelebb kerül talán egy kicsit a hagyományőrzéshez, és nagyon sok kisgyerek, aki hozzánk jön táncolni, innen az óvodából kap kedvet, és úgy lép tovább, hogy esetleg megkeres egy egyesületet, tánccsoportot, és aktívabban műveli. Az, hogy a fehér harisnya rajtad van, hogy a szép cipő rajtad van, hogy ebben nem úgy szabad viselkedni, mint mondjuk egy melegítő nadrágban, egy sportcipő, abszolút. Tehát igen, akin most viselet van, az tudja, hogy ő neki esetlegesen nem szabad ugyanazt megtenni, akin egy szabadidő nadrág van, mert ő rajta viselet van, és arra vigyázni kell. Legyen az bármilyen viselet, legyen az egy kartonszoknya, legyen az sejemszoknya, vagy nyaklánc a nyakába. Én azt gondolom, hogy már ilyen kicsi korban is igen, elkezdenek figyelni, és megtanulják azt, hogy ennek értéke van.